Sziasztok, Naina vagyok, és ebben a vlogban megünnepeljük a csatorna 4. születésnapját. Ezen a napon, amikor én felveszem ezt a videót, akkor van a csatornának, a Beautiful Dauntlessnek a 4. születésnapja, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a hétvégét levlogolnám, mint ilyen születésnapi hétvégét. Már rég jelentkeztem videóval, de úgy voltam vele, hogy most már idén lenne valamilyen kis vlogot összehozni. Pont pár perc múlva megy majd ki a születésnapi poszt. Leírtam az érzéseimet így a vlogolással kapcsolatban, a csatornával kapcsolatban, úgyhogy ebben a videóban annyira nem megyek ebbe bele, inkább azt mesélem el, hogy mit is fogunk csinálni ezen a hétvégén. Ma péntek van, és arra gondoltam, hogy este csinálnék egy olvasópartit, mert hogy sokáig én egy BookTube csatornaként tekintettem a Beautiful Dauntlessre, és arra gondoltam, hogy akkor, mivel az elmúlt 4 évnek ez is a része volt, ezért így ünnepelném meg a mai nap a születésnapot. Jelenleg 2 könyvet olvasok. Az egyik az a Foxwood összes meséje Cynthia és Brian Patterson-től, ami egy nagyon aranyos ilyen, és nagyon szép illusztrációkkal teli mesekönyv, aminek így nagyjából a több mint a felénél járok, és már csak egy ilyen 3-4 sztori van belőle. Szerintem nem ezt fogom olvasni ma. A másik könyv, amit most olvasok, az pedig egy regény, ami nem más, mint a Karitkába zárt álmok Ruta Szepetisztől, ami egy ifjúsági történelmi regény. Ez volt Ruta Szepetisztnek a második regénye, és ezt még nem olvastam, úgyhogy arra gondoltam, hogy mielőtt elolvasnám az új könyveit, akkor inkább visszamegyek, és úgymond vagy időrendben megyek majd. Ez 1950-ben játszódik, és a főszereplőnk New Orleansban él, és Josie-nak hívják, és igazából nem a legjobb körülmények között nőtt fel, hiszen az édesanyja prostituált, és mondhatjuk, hogy prostituáltak és bűnözők között nőtt fel, azonban ő nem erre az életre vágyik, hanem ő szeretne tovább tanulni főiskolán. Azonban történik egy haláleset a francia negyedben, ahol ők élnek, és valamilyen szinten ő is kapcsolódik ehhez a halálesethez. Már több mint a felénél járok ennek is. Nem gondolom, hogy ma este be fogom fejezni, de nekem az a célom ma estére, hogy így nagyjából a hátralevő résznek így a felét elolvassam, úgyhogy az egy tök jó cél lenne a mai estére. Úgyhogy ennyit gondoltam így bevezetésnek, szerintem vágjunk is bele az estébe. Végeztem is a mai könyvpartival, mert hogy sikerült egy kicsivel többet is olvasnom, mint amennyit szerettem volna. És most olyan irányba ment el a sztori, amire nem gondoltam volna, hogy arra megy, és kíváncsi vagyok, hogy milyen véget szánt ennek a kötetnek, mert eddig nagyon tetszett, meg olyan könnyed is volt, és most ilyen nagyon dark lett hirtelen. Úgyhogy szerintem én ezt most elteszem aludni, mint magamat is majd, és szerintem, hát nem tudom, hogy holnap fogom elolvasni, de vasárnap mindenképpen befejezem, és akkor majd így megtudjuk, hogy tetszik-e majd a vége, vagy sem. Úgyhogy még gyorsan megiszom a teámat, amit nemrég vettem, ilyen English tea shopos kamilla és levendula teát. De hogy ebben csak a kamillát érzem, semmi mást. De jó, mert mondjuk nem mondanám, hogy se a kamilla, se a levendula nem tartozik így kifejezetten a kedvenceim közé. Szóval úgy voltam vele, hogy kipróbálom ezt, hát hogy a kettő majd így, nem tudom, így jó lesz. De igazából ez csak olyan, mint egy kamilla tea. De se baj, örülök, hogy haladtam a könyvemmel, holnap reggel pedig újra bejelentkezek majd. Elérkezett a szombat,
És a mai terv az, hogy elmegyünk múzeumba, méghozzá kettőbe, mert hogy van két kiállítás, amit én meg akarok nézni. Az egyik, az a Giro d'Italia-s kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, amit igazából már május óta meg akarunk nézni, de most jött az ideje annak, hogy elmenjünk és megnézzük. A másik pedig a Nemzeti Galériában egy ilyen Art Deco-s kiállítás, amit még múltkor láttam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor ezt megnézem. Igazából ez a mai program, így a napközbenre, este pedig megyek társasozni egy barátnőmhöz. Azt nem fogom levideózni, mert szerintem egy ember tudja azt, hogy én videózok, szóval, hogy ezt így inkább kihagynám. Nem tudom, hogy belefér az időnkbe, de hogyha nagyon korán végeznénk a két múzeummal, akkor elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy ma elmegyek egy könyvrendelésemért, de kétlem, hogy ez meg fog történni. És biztos vagyok benne, hogy nem viszem magammal a karitkába zárt álmokat, mert hogy annyira lehozott ez a könyv az életről, így legalábbis az utolsó pár fejezet, amit olvastam, az így nem volt túl vidám. Szerintem vágjunk bele ebbe a napba, mert hosszú lesz. Várjátok, hisz is tettem egy kis bejelentkezéssel, de már vasárnap, mert tegnap este nem igazán volt így erőm és hangulatom egy ilyen kis bejelentkezést csinálni, úgyhogy most gyorsan összeegzem, hogy mi is történt tegnap. Úgyhogy ahogy láttátok, elmentünk mindkét kiállításra, és nekem mind a kettő nagyon tetszett. A Budapesti Történeti Múzeumban még nem voltam eddig, úgyhogy jó volt ott is körülnézni egy kicsit. Tavaly úgy láthattátok, hogy voltam már a Nemzeti Galériában, de úgyhogy ott csak specifikusan erre az Art Deco-s kiállításra mentünk, és nekem mind a kettő nagyon tetszett, úgyhogy tudom nektek is ajánlani, hogy megnézzétek, főleg, hogyha érdekeltiteket egyrészt az országúti kerékpár, a Giro d'Italia, meg az ilyen kerékpáros versenyek, meg ugye, hogyha érdekelteket esetleg a művészet, meg az Art Deco. Elég korán végeztünk még így is, hogy mind a kettőt megnéztük, úgyhogy sikerült átvennem tegnap a könyvrendeléseimet is, úgyhogy most következik majd egy haul ebben a videóban, amit amúgy nem terveztem be. Kezdjük először a múzeum shoppal, ami amúgy mindig nagyon-nagyon veszélyes, mert mindig jó dolgokat lehet ott találni, úgyhogy így lett egy ilyen Tótbegem, amin a Metropolis van, ugye ez az Art Deco kiállításról van. Na nézzük! Egyrészt vettem egy könyvet, amit így megláttam, és mondom, úristen, nekem ez kell. És az nem más, mint William Harvey-tól, ez az Art Nouveau Secession és Jugendstil. Ez amúgy Gabó kiadós, úgyhogy ez viszonylag olcsó volt, mert ugye a múzeum shopokban mindig van egy csomó idegen nyelvű ilyen művészeti album, meg művészeti könyv, amiket így nagyon szeretnék, csak ugye mivel angol nyelvűek, ezért az áruk is elég borsós. Úgyhogy ez ilyen nagyon szép kötet, tehát hogy vannak benne rengeteg képek, leírások különböző stílusokról, úgyhogy ezt lehet, hogy majd egyszer így át is böngészem és elolvasom. Úgyhogy ennek nagyon örültem. Szerintem a többi az ebben a kis tasakban van benne. Egyrészt vettem a hátizsákomra egy új kitűzött, ami pedig egy ilyen kis hangjegyes. Úgyhogy megláttam őket, és mondom, ez tök jó lenne, hát szeretem a zenét, úgyhogy jó lenne valami reprezentálna azt a hátisákomon. Emellett vettem egy ilyen kis bérlettartót, úgy pont nem látni, mert én ezeket eszem, tehát nagyon gyorsan elfogynak nálam ezek, mert
itt az oldala, az éle az mindig szétszakad. És gondoltam, hogy akkor veszek egy újat, és ez is ilyen ártekós stílusban van. És ezek mellett még vettem két ilyen képeslapot is. Mind a kettő az Ártekó kiállításon van. Van ez a Moriános, meg ez a Orion rádiós, és nem tudom, ezek nekem nagyon tetszettek, úgyhogy úgy voltam velük, hogy ezeket megveszem. És akkor ezeket ki tudom rakni például a szobába. És aztán elmentünk pontosabban a Bestsellersbe, szóval ott leadtam egy rendelést Paddington könyvekre, mert hogy kiderült számomra, hogy már csak 3 hiányzik, és úgy voltam vele, hogy akkor megrendelem őket. Azt a kiadás, amit szerettem volna, ez a stílus, ez például a 60. évfordulós, de amúgy a 60. évfordulós pecsét nélkül is amúgy lehetett ezeket kapni. Ezt már nem nagyon lehet találni, mert hogy elkezdték kiadni ezekkel a borítókkal. És ugye van ez a borító, úgyhogy 3 különböző borítóval lehet meg az utolsó 3 könyv, de én örülök neki, hogy megvan. Most már egy teljes sorozat. Például az első rész nekem magyarul van meg, szóval, hogy így kicsit ilyen össze-vissza van a sorozat, de örülök, hogy most már mindegyik megvan fizikálisan. Ugye van ez a nagyon szép borítós, ez a Love from Paddington. Letters from the World's Favorite Bear. És elvileg ezekben tényleg ilyen levélkék vannak Paddingtontól. Aztán, ami hiányzott még, az a Paddington's Finest Hour. Azt hiszem ez a legutolsó a sorozatban. Igen, mert ebben amúgy új illusztrátor is van, mert általában Peggy Fortnum az, aki illusztrálta ezeket a köteteket, de ebben már RWLA is szerepel. És a harmadik, amit beszereztem, az a Paddington Goes to Town. Hogyha jól emlékszem, akkor mintha nekem már ezzel kéne majd folytatnom a sorozatot, de az a lényeg, hogy most már minden megvan, és így boldog a lelkem, úgy mondva. De aztán történt egy kis baleset, és az a baleset az volt, hogy megláttam két dolgot, amit úgy nehezen hagytam volna ott, és hát azokat is megvettem. Az egyik ilyen, az egy könyv volt, az a Don Quixote de la Mancha, ugye Miguel Cervantes-től, és ez a ezt a verziót José Luis Jiménez Frontin írta meg. Hogyha jól értem, akkor ez ilyen gyerekeknek szánt, ilyen könnyített verzió. Azért vettem meg, mert csak 3900 forint volt, ami így alapból magyar könyveknél, hát mostában már az is az olcsónak számít, de hogy alapból teljes áron nem biztos, hogy vennél egy ilyen könyvet, de hogy azok a spanyol nyelvű könyvek, amiket behoznak Magyarországra, azok általában ilyen 4000 forint felett kezdődnek, sőt inkább ilyen 5-6-7-8000 forintba kerülnek, úgyhogy amikor meglátom, hogy csak 3900 forint, úgy voltam vele, hogy akkor ez jó lesz. Főleg, hogy mondom, ez egy ilyen átirata szerintem a Don Quixote-nak, úgyhogy az biztos segíteni fog engem majd így a nyelvtanulás szempontjából. És amúgy vannak benne ilyen szép kis illusztrációk is néha-néha. Aztán volt még egy dolog, amit így megláttam, és mondom, most is nekem ez kell. Nekem mostanában ezek a gyenge pontjaim, és most is elgyengültem, és ez nem más, mint a Moonology Manifestation Oracle Cards. Ez ilyen jóskártya, tehát az Oracle Cardok azok mindig ilyen jóskártyák, tehát ezek mindig egyéniek, mindig attól függ, hogy ki készíti el őket, maga a képi világ is, maga az egész rendszer, ugye, ami ezek mögött, a kártyák mögött van, és hát amúgy gyönyörű maga a doboz is, meg minden ebben van hozzá guidebook, ami ugye mindig nagyon hasznos, és azért ezek mindig ilyen jó kis vastagok, szóval hogy lehet mit majd olvasni. És az, amikor kibontottam a kártyákat, és megláttam őket, tehát nem csak amúgy a doboz gyönyörű, de a kártyák is, tehát ez a háta, és ilyenek a kártyák, és gyönyörűek, tehát hogy így megláttam őket, és mondom, jó, megérte a pénzét. Ezek az Oracle kártok, vagy jóskártyák, az ilyen típusúak, mindig drágák. Tehát ugyanúgy, mint a tarókártyák, azok, tehát a magyar nyelvű tarókártyák is, hogyha ilyen 7-8 ezerért látsz, az úgy reális, és ezek az úgynevezett ilyen Oracle kártok, vagy jóskártyák, ezek is hasonlóan drágák, szintén azért, mert amúgy ezek nagyon minőségi kártyák, tehát hogy vastag is, nagyon jó a tapintása, és gyönyörűek ezek a kártyák. Úgyhogy amikor megvettem őket, és kibontottam, mondom, úristen, megérte megvenni őket.
Úgyhogy már van jó pár ilyen Oracle kardom, és lehet, hogy majd lesz ezekről a videó a későbbiekben, úgyhogy remélem majd tetszeni fog nektek, úgyhogy ezzel is bővült a gyűjteményem. Még nem nagyon néztem végig kártyákat, de hát majd erre is sor kerül. És ez a pakli, ez Jasmine Bolland és Lori Menna nevéhez fűződik. Szóval ez volt minden, amit tegnap beszereztem, és szerintem most így egy időre én le is állok az ilyen vásárlásokat, vagy könyvvásárlással, mert hogy az elmúlt időszakban, így a könyvhéttől számítva sok minden hazajött velem, úgyhogy most egy kicsit pihenőre megy a pénztárcám ilyen szempontból. Főleg így ilyen gazdasági körülmények között. Na de mi a tervem mára? Egyrészt mennyi az idő? Lassan 10 óra lesz, és arra gondoltam, hogy ebéd előtt be kéne fejezni a karitkába zárt álmokat, úgyhogy valószínűleg az lesz a délőtti programom, és hogyha befejezem a könyvet, akkor majd újra bejelentkezek, és akkor meglátjuk, hogy mit csinál, vagy egy délután folyamán. Úgyhogy most összerakom itt a dolgokat, amiket most szétpakoltam, és aztán belevágok az olvasásba. Sikerült befejeznem a karitkába zárt álmokat Rudolf Szepetisztől, és hát elég ilyen keserédes lett ennek a vége. Még így, mivel tehát csak így most fejeztem be, még mindig így próbálom feldolgozni, hogy mi is történt benne, mert hát történtek dolgok, amikre én nem feltétlenül számítottam, de hogy ezeknek meg kellett volna történni, főképp van egy szomorú esemény a végén, amit nem igazán értettem, hogy erre miért volt szükség a sztori kapcsán, mert szerintem anélkül is lehetett volna egy jó véget írni neki. Úgyhogy most így kvázi ez az első gondolatom ezzel kapcsolatban. Amúgy nagyon elvesztem ezt a könyvet, és örök, hogy végre sikerült elolvasnom ezt a régebbi Rudolf Szepetiszt kötetet. Még azért szerintem várok pár napot, amíg így megadom neki az így a végleges csillagozást, meg majd megírom ugye Mojon az értékelésemet. De amúgy így az első benyomásom rögtön így olvasás után az volt, hogy ez egy jó könyv volt, és örülök, hogy elolvastam. Ezt is letudtam, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült befejeznem a könyvet. És amúgy sikerült befejeznem még ebéd előtt, bőven ebéd előtt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgyhogy szerintem hamarosan letudom az ebédet, és aztán visszatérek azzal, hogy mi is a délutáni tervem. Vissza is tettem az ebédszünetemről, és a délutáni programom az lesz, hogy tanulni fogok. De mit? Az volt a csodálatosan fantasztikus ötletem, hogy a nyáron belevetem magam a nyelvtanulásba. Két nyelv van, amire most inkább fókuszálok. Az egyik az az orosz, a másik pedig a spanyol. Már említettem egy korábbi videóban, hogy annó szeptemberben kezdtem el orosz tanulni, és hát nem a legjobb időben. Értelmi módon február óta a motivációm azért eléggé csökkent. És az egyik fő problémám így a nyelvtanulásommal, így orosz tekintetében az volt, hogy nem tanultam aktívan. Tehát nem az volt, hogy leültem minden nap, vagy minden másnap, és akkor tényleg aktívan elkezdtem memorizálni szavakat, aktívan tanultam a nyelvtant. Ami így rám ragadt az óráról, az rám ragadt, a többi meg így elveszett az éterben. Úgyhogy az volt a nagy ötletem, hogy így nyáron átnézem két tanfolyamnak az anyagát. Pont ezen a héten kezdtem el ezt, és nagyon lassan haladok vele, mert hogy egyrészt meg kell tanulnom gépelni laptopon, mert hogy ugye cirill betűket használnak, tehát a magyar billentyűzetemmel nem olyan egyszerű gépelni, és meg kell tanulnom, hogy melyik betű hol van, de hát ez még így a legkisebb probléma. Igazából a mai nap mindenképpen szeretném befejezni ezt az oldalt, amin egy csomó szó van, és azokat szeretném mindegyiket
kiszótárazni, meg mint kiderült az oroszban, mindegyik szónak van neme, úgyhogy azokat is megpróbálom mindhez kiírni, hogy így tanuljon meg őket. Erre a hétre a második fejezetet is meg kellett volna csinálnom, ami nem történt meg. Azt lehet, hogy már csak inkább jövő hétre hagyom. Abban, hát igazából ilyen köszönések vannak, ugye a főneveknek neme, és kb. Ennyi. Úgyhogy ez nem egy nagy fejezet, de hogy gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg szeretném csinálni. A másik nyelv, amit tanulni szeretnék a nyár folyamán, az a spanyol. Igazából ilyen nagyon drasztikusan esik le az én a spanyolomnak a szintje, mert hogy annól én azt mondanám, hogy így a középszintnek a nagyon-nagyon-nagyon tetején voltam, tehát nagyon közel a C1-hez, mondjuk úgy. Aztán, mivel nem használtam a spanyolt, így kvázi elfelejtettem egy csomó mindent, úgyhogy arra gondoltam, hogy elkezdek duolingózni, minden nap megcsinálok egy feladatot, és akkor azzal így visszajönnek ezek a nagyon alap dolgok, mert hogy rájöttem, hogy igazából azokat szoktam elfelejteni, tehát hogyha elmennék egy boltba, így nem jutnának eszembe bizonyos dolgok, bizonyos gyümölcsöknek a nevei, zöldségeknek a nevei, bármilyen ételnek a neve, és arra gondoltam, hogy ez egy ilyen jó kis gyakorlás lesz. Amúgy nagyon gyorsan meg szoktam csinálni ezeket a feladatokat, és így emlékszem dolgokra, tehát újdonságokat nem nagyon tanultam, de azért ez így jó, tényleg az, hogy így minden nap eltöltök vele egy pár percet, és akkor legalább ennyivel is halad a gyakorlásom most így a nyár folyamán. Amire fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogyha spanyolul szeretnétek duolingozni, akkor észrevettem, hogy nem mindig használok spanyolt, tehát európai spanyolt, hanem inkább latin-amerikait. Tehát például a spanyolok az autót kocsénak mondják, hát a Duolingon carrónak mondják, ami valószínűleg egy olyan szó, amit inkább Latin-Amerikán belül használnak. Van egy olyan érzésem, hogy mivel a Duolingo nagyon ilyen amerikacentrikus applikáció, van egy olyan érzésem, hogy inkább mexikói spanyolt használnak rajta, de ez nem mondom 100%-osan, ez csak egy ilyen elméletem Duolingóval kapcsolatban. Úgyhogy ez a két nagy tervem, és hát mivel nagyon sok szó vár rám, ezért el is kezdtem szerintem a tanulást. Annyira örülök, hogy végre sikerült letudnom ezt a tanulós délutánt, meg azt, hogy végre sikerült befejeznem annak az egy oldalnak a kiszótározását. És amúgy azt hinnétek, hogy ez így egy oldalt simán ki lehet szótározni secvet alatt, de aztán amikor rájössz, hogy nincsen cirilbetűs billentyűzeted, és így próbálod így kitapogatni, hogy vajon merre lehet az az egy betű, akkor az úgy rájössz, hogy ez egy hosszas folyamat lesz, de szerintem hasznos lesz. És amúgy úgy érzem, hogy kezdett így a vége egy kicsit belendülni a kezem így a gépelésbe, úgyhogy hát bízom benne, hogy mire a nem tudom én 20. vagy 22. fejezetig elérek, addigra már így fogok gépelni a Cyril billentyűzeten. Azért, hát igen, a háború az elég demotiváló volt, és nagyon rosszul éreztem magam azért, hogy én ezt a nyelvet éppen tanulom, úgyhogy ezt fejben mindenképpen helyre kell raknom, hogy nem azért tanulom ezt a nyelvet, mert egyetértek azzal, ami éppenség a szomszédos országban folyik. Úgyhogy emiatt szerintem jó lesz az a nyár az, hogy újra elkezdjek így gyakorolgatni, hogy megtanuljam azokat a dolgokat, amiket mondjuk nem tanultam meg a tanfolyamok során, és aztán majd bízom benne, hogy ősszel aztán folytathatom tovább tanfolyam keretein belül ugye a nyelvtanulást.
Nem tudom, hogy hogyan fog majd alakulni így az ősz, hogy mi lesz időm és mennyi időm lesz, de mindenképpen szeretnénk majd valamit a spanyollal is csinálni. Tehát nagyon szeretnénk majd a nyelvet gyakorolni valamilyen formában. Szerintem most valahogy így visszacsúszott így a vagy ilyen B1 vagy B2 alja, szerintem most a spanyolom, de úgy érzem, hogy mindenképpen szükségem lesz arra, hogy majd így az elejétől kezdve úgy mindent szépen átismételjek. Jelen pillanatban amúgy egyik nyelvet se nagyon használom, tehát hogy van időm arra, hogy ezeket így tanulgassam. Úgyhogy egyelőre még nem nagyon tudom, hogy hogyan tervezem meg így az őszi időszakot, majd hogyha elérkezik a szeptember, akkor mindenképpen, hogyha csinálok olyan videót, mondjuk egy vlogot, akkor mindenképpen megemlítem nektek, hogy mit tervezek majd őszre így nyelvtanulás szempontjából. Úgyhogy ez volt az én ilyen szülinapi visszatérős vlogom, és remélem tetszett nektek. Én azt mondom, hogy én élveztem ennek a felvételét, és örülök, hogy így sikerült újra egy kicsit belelendülnöm a vlogolásba. Azért voltak ilyen technikai problémáim néha, de szerintem egy-két videón belül majd sikerül újra belerázódnom a videózásba. Úgyhogy nagyon örülök mindenkinek, aki itt van még, és aki megnézi a videóimat. Úgyhogy szeretnétek, akkor írjatok a kommentet a videó alá, és hogyha még esetleg nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor azt bátran megtehetitek majd. Úgyhogy köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltatok, és hamarosan újra találkozni fogunk. Úgyhogy addig is, sziasztok!